Úgyhogy ez a most robogtak ki az üzületek. Úgyhogy most fog jönni élesbe, pupi. Na, mert akkor ez, ez volt a bemelegítés. Ez. Ennyi, hogy így föl megemeltem. Érzem, hogy emeltem, hogy tik-tik-tik-tik-tik, így átropogottam. Kész. Hát ma is itt vagyunk egy edzésen. Ki gondolta volna, hogy? Viszont most egy olyan edzés lesz, hogy megpróbálok, ugye idénre szeretnék egy kőgolyó rekordot, és megpróbálok most már speciálisan csak kimondottan erre a rekord súlyra rákoncentrálni, ami 234,5 kilóra van tervezve. Úgyhogy ennek most az lesz a módja, hogy először is felmérem most a nagyjából hol van a maximum határ, amit most ki tudok magamból préselni, aztán onnantól pedig elkezdünk építkezni rá. Szeretnék egyébként malomkövet nyomni, meg koffer, kardió, az azt jelenti, hogy pupi nem hiszi el, hogy 150 kilót kofferba el tudok vinni 40 métert. Hát ez ki, az 40 métert az rengeteg nekem. Sok lesz? Szerintem az sok. Megnézzük. Gurtni heveder nélkül, pupi. Semmi, csak csupasz kézzel, csupasz seggel, semmi izé nem lesz benne. Se szorító, se heveder, nem jó térszorító, igen, meg egy öv. Az kell védő. De semmi heveder, ami a szorítás fogja segíteni, úgyhogy 150 kilót így el fogok a 40 métert. Azt mondtad, hogy nem? Azt mondom, hogy nem. Bevásárlóközpontból a parkolóig milyen nehéz kivinni két szacsot. 160-at egyszer-kétszerben már megemelgettem, úgyhogy... Hát most mondjuk ez elég volt, hogy egyből utána 200-ra, 205-re, bocsánat. Igen. Na mindegy, meglátjuk. Szerinted? Szerintem menni fog. Húj! Pupi, föl kell piszkálnod! Föl kell piszkálnod! Gyerünk! Hallod? Amúgy milyen cink, hogyha már rásra fog menni? Azért ez a 40-es az még, ez még az az izé, tudod? Ez az álmomból fölkeltenek, azért akkor is fölrakod. Akkor is fölrakod a 240-eset. 205-es? 40-es mondtál, ha jól értettem. 240-et mondtam? Hát csak 40-es, mondtam, 40-es. Bárcsak úgy lenne, pupi, mennyivel leteselek meg? Hm? Mekkora kell? Azt mondja, 210. Szép lassan etetjük, pupi. Ring. Most kell a rongy is, várjál. Meg is töltöm. Simán. A halálcsillag újra támad. Na, nézd meg, hogy nem megy rá a kupakja. Na végre. Szóval 220, én majd egyébként úgy érzem, hogy valahol nekem itt lesz majd így a határ, amit én így érzek magamba. Pupi, mit szólsz hozzá? Én úgy érzem, hogy lesz ebből ma még 25 is. 25? Aha. Hát azért a sok. Égjen az a tűz! Dobjad fel a helyére! Repüljön a golyó! Minek gurítani, hogy lehet vinni? Emeld! Szép, 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 szép! Ott van! Megvan megint a 220, pupi! Ez most már úgy néz ki, hogy ez már ilyen standard. Ja, az is kell. Figyelj, rekordot akarsz? Jó, jó lesz. Rekordot akarsz? De viszont most rám mozdulok szerintem még egy kicsit nagyobbra, mert úgy érzem, hogy ez már nagyon a határ, most, jelenleg. Még egy pici pogácsával, nem? Még egy pici pogácsát dobjunk bele. 225-öt. Hát 25 vagy 23 akkor. Majd legyen a 20 kicsi pogácsom most, kis lépések belőle, a nagy célért. 225-re, menjünk, nézzük. Menjünk. 5 kiló pupi most számít. Én benne vagyok, Miki, én benne vagyok. Erőn nagyot álmodni. Ez 26? 226. Merjünk nagyok lenni. Pupi. Hogy megöklözted szegény halálcsillagomat? És most így fognám, és így fölemelném, így hogy az öklömön a golyos irád. Nagyon büszke lennék rád. Hát. Boldogan halnék meg. Az igen. Pupi. Miért szerinted 226 kilóval nagyon lehet csapni valakit szerinted? Hát igazából, ha őszinte akarok lenni, nem. Nem. Ki a f***ma már fel 226 kilót? Ja. Hogy nagyon csapjon. Hát jó, targoncáról rád esik mondjuk. Hát az már más. Az már veszélyesebb. Ezt már meg fogom érezni szerintem. Nem baj.
Érezd meg! Irigykedek az érzésedért. Te is szeretnél ilyet érezni, igen, mint én? Hát Poppy, hát itt van, nincs eldugva ez a golyó. Itt van. Menj rá. Köszi. Nagyon kedves vagy. Hú. Rekordok útján járok még. 27, ha? Pupi! Gyerünk! Kellőd, hogy de! Lesz idén rekord, vagy nem lesz idén rekord? Miki, ez nem foghatod semmire, jó az idő, minden a helyén van. Már csak egy erős ember kell. Ez az! Meg tudtam, hogy csúszik. Na most akkor az lesz, hogy 205-öt lemezetésnek, szóval 227 az már nem ment, úgyhogy ma ott van a határ. Én szerintem meg 25 így magamban, tehát nyilván ugye nem történt meg az emelés, úgyhogy innentől azt mondok, amit akarok gyakorlatilag, de... Egyszer volt holnap, holnap. Így van, ez már lehet a mese mátka, de... Miki, én szerintem a határ... Figyelj, a 20 megvolt, a 27 már nem, de viszont a 27-nél éreztem, hogy én szerintem ott a 24-25... A jelen pillanatban. Az följött mai volna. Nap, a mai nap határ lett volna. Mai nap. Az ide följött volna 24-25 körül. Amit én így kiéreztem, de hát azért nehéz ilyenkor megsacolni, és itt ebben a sportban nem is kell az a szépsége, mert itt ugye az van, hogy amit meg tudsz csinálni, amit megmutatta, azt tudod. Ugye itt nem arról van szó, hogy bemondjuk így a súlyokat, de nem is nálunk nem ez a megszokott, hogy bemondjuk a súlyokat, hanem mi oda is tesszük. Egyébként, hogyha már a rekord kísérlet közelébe érzem magam, szóval hogyha már ilyen 30-tól fog menni, ott már Pupi úgy készül, hogy mérlegelni fogunk. Jól van. Na jó! Ha, mi lenne, most piramisoznál egyet? Még így a végében. Na megint kezdi a fáraó. Milyen piramist? Hát most figyelj, felépítettél egy fél piramist. Mellette minden reggel! Erre gondolsz? Na melyik számot adja elő a piramistól? Hát, csináljunk egy külön albumot. Mondjuk ugye a 220 az megvolt, még stabilan. Igen. Akkor mondjuk most visszamész mondjuk a 205-ösre. És mondjuk azt kétszer fölrakod. Ezek után? Egyre jobb! Figyelj velem, lehet alkudni fölfele. Gyerünk! Rakd föl vagy vissza, még egyszer rád bízom, de csináld! Azt a csináld meg, lennek meg! Ott van! Wow! Miklós bácsi, ennek olyan jó színe van, kérem. Hogy érted ezt, hogy nyáron ilyen hamar lebarnult? Nem látlak, az a baj. Milyen messze vagy most? Szép. Folytassuk egy jó kis malomkővel. Miki, merre fogod dobni a malomkövet? Megpróbálom rád. Úgyhogy állj a hátrébb. Nem mered. 100 kilóval. Bemelegítünk fejfelé nyomás malomkővel. Mi ez a többes szám? Te is melegítesz velem együtt? Megfogod a kezem, vagy mi lesz? Én alapból több vagyok, mint 100 kiló, úgyhogy... Ja. Hopp, már esik is. Ez helyből volt. Ez szerintem ez lesz húzás. Aha. Hát igen, úgy én szerintem is ilyen 120-as. Miből gondolod? Nem tudom. Miből gondolod, ez a 20-as? Nem tudom. De akkor ez már... akkor ez már nem 100-as? Hát ez a malomkő már nem 100-as. Arra fogod dobni, mint előzőt? Ja, akkor eldobom. Ha kinyomom, akkor eldobom arra. Jól van, annyi akkor legyen. Mi az, ha kinyomod? Ezt kinyomod! Gyerünk! Hát kb. Ugyanoda ment, mint a 100-as. Hangosan! Ez az! Igazából ezt csak így épp, hogy elejtettem. Bocsás, nem baj. Ne haragudj, hogy 130 kilót nem dobáltál messzire. Viszont Pupi, van itt egy új ellenség. Malomkőbe találtam egy 140-est.
ez a következő cél, hogy ezt elérjem. 40 méter, csak mutatom, hogy így innen tőlem nézve, ott a cél. Lát, nem tudom, látszik ott egy gerebje. Elfektetve. Te látod, Pupi, egy ilyen kék? Időt is mérünk, csak mondom. Most! Nagyon jó! Ameddig bírod, Pupi, ameddig bírod! Jó lenne az a 40 méter, de ameddig bírod, addig vigyed. És megvan! Szép! Barom jó volt. Jó, most mehetek én is? Igen. Jó, de figyelj, először, miről beszéltünk, 150 kilóról volt szó. De először akkor szeretném ezt módosítani 135-re. Első körbe, jó, bemelegítésnek, aztán megvan. Akkor hozzám is vissza most? Visszahozod? Visszahozhatom. Jó. Hát, hogyha tudod, akkor nem rakjuk följön? Nem maradjon ez? Egy 5-5 kilóval? Egy 10-10 kilóval? Megpróbálhatjuk. Oh, ez a beszéd! Legyen! Dél, hát ez most én nem fogadnék, hát megmondom őszintén. Azért, ne, azért tipmixen nem, nem raknám rád ezt fix egyesbe, ne haragudj. Ja, és azért mutasd meg, hogy a... Tovább jöttél, igen. Legyen ez egy másfél méterrel. Tényleg, alá kell írni, igen, igen. Tehát igazából 41 és fél métert vittem. Óra indul! Most! Azaz, hozzad, gyere, gyere, csináld meg! 100 kiló kezenként, gyerekek, asztal! Hozzad, hozzad, hozzad! Bírod még, nem fáj! Nem fáj! Hát mondj nekem tényleg, nem? De nem fáj! Vigyed be! Ott a cél! Szép! Azaz! Gyerekek, légy szíves, egy lájkot toljatok már Pupinak. Köszönöm. Ez kurva jó. Szerintem megérdemel egy lájkot. Várj, hozzádobok egy lájkot. Nincs egy lájkom valahol? A sosem volt. Koffer, az sosem volt erősségem. Nem. Azt hozzá kell tenni. Csak a koffer, fordulj meg. Ja. Felkészültél? 3, 2, 1, mehet! Gyerünk, 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 szaladj! Szaladj, 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 szaladj a fiú! Gyerünk! Ha, szánkó is lett belőle! De nehéz kinyújtani! Mit az a kezed? Mondom, hogy bőr sem marad rajta. Jó, megyek vissza, mert elástam. A telep megvolt. Futjuk vissza. Ugye, hogy milyen jó érzés? Ugye? Ugye? Jó. Akkor jön a 150 vissza. Aha. Aha. Miért ne baszki? Toljuk! Ez a beszéd! Tiszta, azt a tényleg csúszik amúgy. 3, 2, 1, most! Gyere, gyere, gyere! Csúszik! Akkor gurtli! Tiszta víz. Sajszer! De. Vidd végig! Gurtnival nem kihívás szerintem. Nem érdekel, vidd végig nekem akkor is. Nézd, ott csak a víz itt is, ott is. Súlynak viszont ez ugye már pont olyan nehéz, hogy ezt már vizesen nem nagyon lehet vinni. Legalábbis nagyon kínkeserves és balesetveszélyes. Viszont ha már így alakult, gurtnit kellett, hogy fölmegyek, akkor megbüntettem magam azzal, hogy akkor 160 kilóra megyek. Akkor már nem 150, akkor legyen 160. Mindegy, igazi sportoló. Meg lehet érdel a súly előtt. Dicsőséggel. Akaratának. Legyen bármilyen vállalom. Felkészültél? Igen. 3, 2, 1, most! Gyerünk! Gyerünk, gyerünk, ne add fel! Nagyon nem volt jó. Ez nagyon nem volt kellemes. Nem azt mondtad, hogy kellemes lesz. Nekem az volt, nekem nagyon jól esett. Hú. Én nagyon értékeltem ezt a napot. De elvittem. Most éreztem, hogy ez húzott össze. Hé, hey, külcsök!
Mennyi? 320? Ja. 320 kilóval. A kicsit összehúzott. Hát, szerintem nincs az az ember, akit ne húzna össze. Akkor itt a vége. Nem hiszed még egy kicsit? Nem. Na. Vihetett tőlem. Kopjam, hogy ezek szerintem a tüsköknek a párzási. Igen? Nem mindig be. Én nem vagyok ornitológus, vagy mi az? Tücskológus. Tücskológus. Egy olyan kérdésem lenne felétek, hogy ha esetleg a környéketeken létezik valami úgymond legenda, hogy mondjuk valaki hatalmas súlyt mozgatott. Ez jó ötlet. Vagy bármi, ami úgy hallottatok. Ilyen falusi legendák. Hogy mondjuk a várfalat úgy vette a lovat a hátára. Persze, meg ilyesmi. Magyar lovag, aki köveket dobált az ellenségre, vagy lovat vitte hátán, jó, állatokat nem piszkáljuk, de bármi ilyet, hát esetleg tudtok, írjátok meg, és ha esetleg van rá lehetőségünk, hogy utánuk csináljuk. Vagy van róla esetleg egy leírás, az lenne még jobb, hogyha neten erről van egy leírás, esetleg egy ilyen, ugye mint a Toldi, Kinizsi, ugye vannak ezek a legendák, és hát én szerintem minden településen van ilyen egyébként, hogy hát a Józsi az megcsinálta, hogy egy cementeszsákkal leugrott a teherautóról a nyakába, meg például ilyen legendákat. Biciklit hajtogatott a izéből, a kerítésből. Vagy. Na például akar, hogy, akár, hogy igen, egyébként ezeket szívesen várjuk, ezeket a sztorikat itt kommentben nyugodtan írjátok le, hogyha van időtök. És mi pedig akkor folytatjuk, megyünk tovább. Következő videó az, ja meg Baki is fog jönni, Baki videó is fog jönni, meg csípős videó is. Meg kaja is. Minden. Ahogy szoktuk gyerekek, ahogy szoktuk. Annyi, hogy ezt az edzést is egyébként meg fogjuk egy picit színesíteni. És egy fúzióval elköszönünk. Szevasztok! Hüa! Elment! Itt nincs van.